Szívében mindenki szerzetes. Egyrészt erről szeretném meggyőzni a kedves nézőket, másrészt pedig arra rávilágítani, hogy a szerzetesség megélhető a hétköznapi élet forgatagában is. Ha gondolják, kövessék ezt a sorozatot, szerdánként jelentkezem, és újra és újra az hétköznapi élet egy-egy pillanatát fölvillantva, lehetőségét megmutatva, próbálom igazolni azt, hogy megélhető a szerzetesség kincse, értéke a hétköznapokban is. Amit a szerzetesek megélnek, azt megélhetik a keresztény emberek a világban is. Nehezebb lehet, de mégis hozzá köti törekvő embert a szerzetességhöz, és így ő is az Istennek tudja szentelni magát. A szerzetesektől sokat kérjük tőlük, hogy imádkozzanak értünk. És ez nagyon helyes, hiszen az egész életüket imádságban töltik, és talán ez a legtöbb, amit ők adhatnak a világnak. Imádkoznak másokért. Persze nem csak a szerzetesek imádkozhatnak másokért, hanem mindnyájan imádkozunk egymásért. Az édesanyja imádkozik a gyermekéért, a gyermek a szüleiért, a bajban lévőkért imádkozunk. Fontos feladatunk, hogy egymásért imádkozzunk. De milyen a jó, közbenjáró ima? Hogyan imádkoznak a szerzetesek másokért? Sokszor félreértjük az imádságot, és úgy gondoljuk, hogy a Jóistennek el kell magyaráznunk, hogy mire van szükségünk, hogy melyik embert hogyan és mivel segítse meg. Nem az a jó közbenjáró ima, amikor részletesen elmondom, hogy mit adjon a Jóisten ennek vagy annak az embernek. A közbenjáró ima révén egyszerűen közelebb viszem a másikat az Istenhöz. Mégpedig úgy, hogy az a másik ember, akire gondolok, akiért felelősséget érzek, akin segíteni szeretnék, ott van a szívemben. A szívemben hordozom őt. És amikor imádkozom, akkor a szívemen keresztül az Istenhöz viszem. Tehát két kapcsolódási pont van ebben a dologban. Kapcsolódom az emberekhöz, nem feledkezem meg róluk, tudom, hol járnak, együtt érzek a gondjaikban, örömeikben, és ugyanakkor az Istennel folyamatos kapcsolatot tartok. Gyakran imádkozom, gyakran fordulok az Istenhöz. Az az ember, aki sokat imádkozik, és egyszer mind együtt érez másokkal, annak az imádsága közben járó imává válik. Kell, hogy gondoljak másokra, mások terheire, mások gondjaira, de nem szükséges mindezt nagyon elmagyarázni, mintha a Jóisten ezt nem tudná. Bőven elegendő, hogyha kifejezem, Uram, szeretem őt, segíts meg őt. És a többit pedig őrá, az ő bölcsességére, és az ő végtelen szeretetére bízom, amely sokkal nagyobb, mint az enyém, de mégis összeköt bennünket ővele és az Istennel.